Tisztelettel és szeretettel köszöntötték meg a szón az időseket október 4-én a Közösségi Házban. A megjelenteket az ünnep alkalmából Hajdú Istvánné, a település polgármestere köszöntötte, aki az öregkor előnyeiről mesélt. A szépkorúak már megvívták az élet nagy merész csatáit, éppen ezért a tapasztalatok idővel bölcsességé nemesedtek. A rendezvényen köszöntő beszédet mondott Koncz Ferenc országgyűlési képviselő, aki beszédében kihangsúlyozta, hogy tisztelni és becsülni kell azokat, akik felneveltek, szerettek, törődtek velünk. Nagyobb türelemmel és megértéssel kell feléjük fordulnunk. Örömét fejezte ki, hogy ezen a szép napon olyan sokan összegyűltek. Az ünnepségen külön köszöntötték az 50 és 60 éves házassági évfordulójukat, ünneplőket és a legidősebb születésnapos szépkorúakat. Az idősek képviseletében Kegyes Sándorné Olga néni, gyémánt pedagógus mondott köszönetet a település vezetésének. Beszédében mesélt a településhez kötődő emlékeiről, és megköszönte kortársai nevében, hogy idén is gondoltak rájuk. Ezután a megyaszói Mészáros Lőrinc körzeti általános iskola 4. A-osztályos tanulói az alkalomra készített műsorukkal örvendeztették meg a jelenlévőket. A jó hangulatban telt délután fokozta a meglepetés vendég Bányai Márton nótaénekes.